Hát kaptam egy nagyon kedves meghívást, úgyhogy annak fog este eleget tenni, és hát előtte a Jakabos Zsuzsival fogok egyet edzeni. Felhívtam őket, hogy ők mikor edzenek, és akkor megbeszéltük, hogy akkor biztosítanak nekem a lehetőséget, úgyhogy akkor végülis velük együtt edzek, és akkor utána átmegyek a rendezvényre. Ez csak egy baráti edzés, vagy esetleg ön is kacsingat Győr felé, mint más úszók? Hát ilyen megkeresés még nem volt. Nyilván, hogyha megkeresnének, akkor örömmel leülnék tárgyalni róla. De jelenleg még csak ez egy baráti. Nagyon jó viszonyt ápolok a Petrov Ivánnal is, és a Zsúval is, úgyhogy Zsúval voltam együtt az olimpián egy szobában, tehát végül is valamennyit hozzájárult a londoni sikerhez. Egy nagyon jó baráti viszony van közöttünk, úgyhogy nyilván nagyon örülök, hogyha itt tudunk találkozni, mert azért több száz kilométer választ el minket egymástól. A londoni olimpián szerintem a magyar csapatnak az egyik legnagyobb meglepetését okozta. Evés közben jön meg az étvágy. 2016-ig eltarthat ez a lendület? Hát én azt gondolom, hogy igen, nagyon nagy siker volt, és nyilván én is nagyon örültem neki. Hát én azt gondolom, hogy egy csoda egy ember életében egyszer történhet meg, tehát az, hogy ez még egy ugyanilyen nagyon, nagyobb csattanója legyen, az már nem lenne, az hisz, ez az arany már megvan. Nagyon örültem neki, nyilván nagyon sok dolgot tapasztaltam rajta keresztül. Én azt gondolom, hogy még van bennem, és ezt nagyon szeretném kihozni. Nagyon sokat kell dolgozni, mind lelkileg, mind fizikailag, de azt gondolom, hogy van még bennem. Hogyan áll jelenleg a felkészülés? Most milyen szakaszában van? Hát alapozás van, még úgyhogy nagyon sokat kell úszni, meg edzeni. Jelenleg ebben töltöm az időmet, ugyanis volt egy-két betegségem, úgyhogy abból épültem föl nemrégiben, úgyhogy próbálom visszanyerni a régi formámat, és hát rengeteg edzés. Ugye októberben műtötték a vállamat, és most már nagyon-nagyon jónak érzem a mozgást, egy kicsit még vannak fájdalmaim, de ezek abból adódnak, hogy még nem vagyok elég erős, illetve még nem elég hajlékony a vállam. Úgyhogy az most már lassan 5 hónapja volt, és úgy érzem, hogy egyre jobban halad a felkészülés, és most már tudok rendes értékű, erős edzéseket végezni. Mi az idei cél? Hova szeretne eljutni? Igen, ebből a sérülésből adódóan nyilván az, hogy ott legyek először is a berlini Európa-bajnokságon, és hát hogyha ott vagyok, akkor szeretnék jól szerepelni, nyilván úgy nem szeretnék ott lenni, hogy nagyon rossz formában vagyok, mert annak nincsen értelme. Úgyhogy előtte lesznek majd versenyek, ahol ezt le tudjuk mérni, hogy egyáltalán van-e arra reális esély, hogy én ott legyek ezen az Európa-bajnokságon. Úgyhogy ennek az évnek mindenképpen az a feladata, hogy gyakorlatilag visszatérjek oda, ahonnan ugye a sérülésemből fakadóan kiestem. Egyébként, ha jól tudom, EB címet azt ön már szerzett. Rövidpályás Európa-bajnokságon nyertem, igen. Reális lehet a dobogó az idei évben? Az ideje mindenképpen az a cél, igen, a cél az, viszont nem nagyon tudok erről még így nyilatkozni addig, ameddig nem versenyeztem, és tényleg hát fél éve már nem álltam rajtkövön, úgyhogy így elég nehéz megmondanom, hogy hol tarthatok. Messze van még tőlünk a 2016-os Riói olimpia, én mégis azt gondolom, hogy az úszósport kapcsán ez érdekli elsősorban a sportrajongókat. Milyen céllal fog neki vágni ennek az ötkarikás játéknak? Ja, mindenképpen ez a műtét azért mostanra esett, mert itt van egy olyan hosszabb időszak, ahol úgy gondoltuk, hogy sikerülhet felépülnöm. És hogyha nehogy Isten ki kell hagynom ezt az Európa-bajnokságot, akkor nem áll meg a világ, hát ez is még beleférhet, mivel jövőre van a világbajnokság, és azután pedig az olimpia. És mindenképpen ugye az a cél, hogy én az olimpián jól tudjak szerepelni, és ne hátráltasson esetlegesen egy válfájdalom vagy sérülés. Végezetül, hogy érzi magát Győrben? Ha jól tudom, már itt lakik hónapok óta. Hogy tetszik a város? Most már lassan 5 hónapja vagyok itt, és nagyon tetszik továbbra is, egyre jobban mondhatom. Szerintem sikerült beilleszkednem, illetve megszoknom a környezetet, úgyhogy tényleg csak pozitív dolgokat tudok mondani.